Sziasztok! Kis Norbert vagyok, és a CentOS Red Hat 8 HA Cluster megoldásairól szeretnék beszélni, és ezeknek is az alapjairól. Miért is fontos nekünk? Korábbi képzésen már említettük, hogy egy szerver nem szerver, tehát akár gondoljunk bele egy nagyon-nagyon egyszerű szenárióba. Frissítjük az operációs rendszerünket, kernel frissült, rebootoljuk, azonban a reboot során például egy FSCK elkezdi az adatainkat végignézni. Ez egy több terabájtos diszk esetén perceket vehet igénybe, így gyakorlatilag akár 5-10 percig minden különböző nagyobb hiba nélkül is leállhat az adott szolgáltatásunk. Nem biztos, hogy ezt minden esetben megengedhetjük magunknak. Ha jól emlékszem, akkor ezzel már az 5.9-es rendelkezésre állást már el is lőttük volna egy-egy ilyen reboottal, és akkor ugye nem beszéltünk arról, hogy rendszeresen jönnek ki biztonsági frissítések az operációs rendszerekhez, tehát ezt lehet, hogy havonta kéne eljátszani, nem csak évente egyszer, és így tovább, és így tovább. Ezen kívül, hogyha például fizikai gépről beszélünk, akkor ott a hardware inicializálása vesz el sok időt. Ugye ez esetben még számolnunk kéne olyannal, hogy a hardware rendelkezésre állása is esetleges hibáit, amit természetesen virtualizációval ki tudunk küszöbölni, de ott is léphetnek föl egyéb hiányosságok. Tehát gyakorlatilag az lenne a legeslegegyszerűbb, hogyha minden ilyen réteget kizárnánk a működésünkből, és gyakorlatilag csak és kizárólag egy példa kedvéért, például a HTTPD-nek a működését néznénk meg, és azt biztosítanánk, hogy az mindenképpen fusson. Teljesen mindegy számunkra, hogy hol, csak fusson például egy előtte lévő virtuális IP-vel, egy számára dedikált IP címmel, és ezzel akár meg tudjuk azt oldani, hogy teljesen mindegy, hogy OS szinten és az alatt mi történik egy rendszeren, nekünk maga a szolgáltatás, mint HTTPD, az valahol futni fog. Teljesen függetlenül gyakorlatilag minden mástól. Erre a Red Hat, illetve a CentOS rendszereiben 7-8-as verzióban a PCS, azaz a Pacemaker Configuration System való. Nézzük is meg, hogy pontosan mit is szeretnék nektek megmutatni. Az egyszerűség kedvéért nekem lesz egy storage gépem, illetve egy Node-ám, illetve egy Node-bém. Ez nagyon-nagyon egyszerű felállás, ugye akár azt mondom, hogy kisvállalati környezetben ez teljes mértékig általános is lehet. Azonban, ha picit tovább megyünk, akkor hogyha már egy SAN van a rendszerek mögött, akkor abban az esetben esetleg ugye képbe jöhetnek switchek. Én szándékosan nem beszélek most technológiákról, ugyanis ez lehet Fiber Channel, ez lehet iSCSI, ez gyakorlatilag bármi lehet. Természetesen minden esetben az adott technológiának megfelelő verziót kell itt elképzelni, azonban a nagy elmélet az attól még ugyanaz. Amennyiben a switcheken is megpróbálunk tovább lépni a következő oldalra, akkor teljesen átlagos, hogy egy storage-nak esetleg AB kontrollere van, és ezzel is próbálja maga az egy szál storage-unk biztosítani azt, hogy magas rendelkezésre állású legyen. Ha egy picit tovább megyek, és ezt megpróbálom idézőjelben összekábelezni, abban az esetben már látszik, hogy ugye AB kontrollernek is van egy-egy IP címe, vagy egy-egy csatlakozója az egy-egy switchünk felé, tehát magának a storage-unknak 4 kapcsolata lesz a külvilág felé, és ugyanúgy az A nódnak is, B nódnak is 2-2 kapcsolata lesz a külvilág felé. Ha ennél is tovább megyek, akkor természetesen akár arról is lehet szó egy nagyobb környezetben, hogy 2 storage-unk van, a 2 storage-nak van AB kontrollere, és így tovább, és így tovább. A lényeg az az, hogy gyakorlatilag szeretném számotokra megmutatni azt, hogy függetlenül ezektől a felállásoktól hogyan is fog működni ez, és hogyan tudunk ABC szenáriókat lekezelni,
a mi oldalunkon. Ha tovább megyünk, akkor megmutatom itt a dián, hogy pontosan mi lesz az én konfigurációm. Lesz egy Node A-m, illetve egy Node B-m, amin én VirtualBox segítségével virtualizálok, úgyhogy lesz egy másfél gigás diszkünk, ami meg lesz osztva a két Node részére, tehát mind a ketten párhuzamosan el fogják tudni érni. Ezen kívül a storage-om biztosítani fog egy NFS-sert, 41 giga, ekkora az ő diszk mérete, úgyhogy ezért írtam ezt ide. Ez ugye hálózaton keresztül A és B rendszer számára is elérhető lesz. A színek azok gyakorlatilag a jegyzethez kapcsolódóan fontosak, illetve a kapcsolatok minimális áttekinthetősége véget, tehát emiatt ezek nem dedikált kapcsolatok, hanem az adott storage, jelen esetben ugye az NFS storage, és a nódok kapcsolatát mutatja. Ha átnézünk, akkor itt fogok egy LUN1-et létrehozni, egy sima storage-on, szimulálva azt, hogy mi van abban az esetben, hogyha nagyon-nagyon egyszerűen egyetlen egy storage-unk van, ami mind Node A és mind Node B részére elérhető. Ez egy ugye nagyon egyszerű szenárió. Ugyanúgy megmutatom azt, hogy mi van akkor, hogyha storage 1 LUN 2 és storage 2 LUN 2-t is létrehozom, ami szintén elérhető A és B nód számára mind a kettő. Ezek 1-1 gigabájtok, méghozzá azért, mert én ezeket tükrözni szeretném. Illetve van egy storage fake, ez 10 megabájtos mérettel bír, ez azért lesz 10 megabájtos, mert én ezt nem fogom használni, ezt szándékosan fogom fölkonfigurálni egy hiba szimulálása véget, tehát mi van akkor, hogyha valamit mondjuk a storage-os sanos kolléga elszúr, és valami olyat is látunk a rendszerünkbe, amiről nekünk nem kéne tudnunk, és nincs rá szükségünk, és hogyan tudjuk megoldani azt, hogy ezt egy picit elrejtsük a saját szemeink elől, és hogy ez minket ne zavarjon, csak ezért hoztam létre. A méretek azért eltérőek, és azért fontosak, hogy egyszerűbben tudjuk azonosítani az adott rendszereken az adott diszkeket. A Storage 1 LUN 2, illetve Storage 2 LUN 2 mérete pedig azért egyezik meg, mint korábban mondtam, hogy én ezt tükrözni szeretném, azonban miért én tükrözzem? Jellemzően nagyvállalatoknál, hogyha tényleg már két storage van, az jellemzően már akár ugyanolyan típusú, azonban néha maga a tükrözés egyéb költségeket, például licensz költségeket is rejt magában, amire nem biztos, hogy van licenszünk, emiatt is szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjuk mi tükrözni Node oldalon, illetve a másik, hogy legjobb tudomásom szerint szinte az összes technológia, szinte az összes gyártó úgy oldja meg a tükrözést, hogy ha bár az adat A és B oldalon is rendelkezésünkre áll, és tükrözésre kerül, ennek ellenére csak egyik oldalon lehet írni azokat, illetve elérni azokat. Egy esetleges hibánál nézzünk egy nagyon rossz szenáriót, például az A szerver szobánkba elmegy az áramellátás, szünetmenteseink nem bírják tovább, és gyakorlatilag a teljes A oldali szerver szobánk megáll, és ott van marad a B oldalunk, ami a tükör szempontjából passzív oldal volt. Ekkor jöhet az, hogy elkezdjük piszkálni a storage-ot, és megoldjuk valahogy, hogy aktív legyen az a diszk. Azonban, hogyha egy fél szerver szobánk elment, akkor már nem biztos, hogy ez lesz az elsődleges probléma, hogy megoldjuk, hogy a storage-on éppen a mi lununk elérhető legyen. Abban az esetben, hogyha például külön storage-os kolléga vagy kollégák foglalkoznak a területtel, akkor föl kell őket hívni, zaklatni kell őket, csináld már meg kérlek, lehet, hogy időközben visszajön az áram, akkor kisebb gondja is nagyobb lesz annál, hogy a mi egy szál tükrünket piszkálgassa. Ezért lehet, hogy sokkal egyszerűbb megoldás az,
hogyha mi ezt a saját kezünkbe vesszük, ugyanis LVM-ben ennél egyszerűbb dolgot gyakorlatilag keresve tudnánk találni. Nagyon-nagyon egyszerűen meg tudjuk ezt oldani. Az LVM fogja tükrözni számunkra két diszket, és innentől kezdve, hogyha esetleg az egyik storage kiesik, bármi miatt, az adott adatkapcsolat meghal, a storage meghal, áramszünet lesz a telephelyen, bármi történik, mi nevetve tovább fogunk futni, természetesen redundancia vesztéssel, de maga a szolgáltatásunk működni fog úgy, hogy semmilyen kézi beavatkozást nem kellett tennünk, senkit nem kellett megkérnünk, és így tovább, tehát teljesen automatikusan menni fog tovább a rendszer, ez természetesen a demóban majd ezt meg is fogjuk nézni a későbbiekben. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki a jelenlegi környezetem. Van egy storage gépem, ami a 120, 121, 122, illetve 123-as IP címeket foglalja magában. Azért négyet, ugyanis, hogyha picit visszatekintünk a korábbi ábrára, ugye A és B storage kontrollernek is egy-egy kapcsolata van, így összesen négy kapcsolatunk lesz a storage felé, ezt fogja szimulálni számunkra a négy darab IP cím. Ez tényleg csak azért számít, hogy párhuzamos kapcsolataink legyenek, és fogunk majd konfigurálni a nódokon egy úgynevezett multipass-t, ami ezeket a párhuzamos kapcsolatokat összefogja, és számunkra egy diszként jeleníti meg a négy kapcsolaton keresztül elérhető, gyakorlatilag kapcsolat szempontjából négy diszkünket. Lesz egy nód A, illetve egy nód B-nk, ezek 110-es, illetve 111-es IP címmel rendelkeznek. Ezek a gépek mind CentOS 8.1-et futtatnak. Itt szeretném megjegyezni, hogy fontos számunkra az, hogy CentOS 8.1, ugyanis a CentOS 8-ban az adott csomagok elérhetetlenek, és emiatt CentOS 8-on nem fog működni a pontos művelet sor, amit végrehajtok, ezért van szükség a 8.1-re. Ezen kívül már megszokottak szerint angol nyelvű OS-en dolgozok, illetve a security beállításokat tekintve az SE Linux permissive módban van, tehát nem fog blokkolni, illetve maga a tűzfal sincs engedélyezve, hogy a példákon könnyen végigmenjünk. Természetesen éles rendszerben ezeket a rendszereket ajánlott bekapcsolni, ezekről DevOps Akadémián találtok pontos leírásokat, hogyan tudjátok megcsinálni, de jelenleg ezeket nem fogom megmutatni, ugyanis nagyon-nagyon sokrétű példákat hoztam, és nagyon-nagyon sokat kéne hozzá konfigurálnunk. Ebből ti meg tudjátok majd nézni a későbbiekben, hogy a ti környezetetekben pontosan mely konfiguráció az, ami számotokra szükséges, és annak a konfigurációnak megfelelően tudjátok beállítani ezeket a rendszereket. Azért, hogy magát a tanfolyamot velem tudjátok csinálni, és egy tesztkörnyezetben is működőképes legyen, ezért van számomra a külön storage szerver, amin TargetD-t fogok futtatni, és ezzel Icecasing keresztül fogom kiajánlani a lunokat a nódok segítségével. Ezt fogjuk megnézni, utána megnézzük azt, hogy multipass segítségével ezt kliens oldalon hogyan tudjuk igénybe venni, és hogyan tudunk diszkeket varázsolni azokból a diszkekből, amit a storage-unk biztosít számunkra. Ezek után megnézzük azt, hogy magát a clustert, a HA környezetet hogyan tudjuk felépíteni, és ezek után jöhetnek majd a példák, hogy miként tudunk például egy HTTPD-t összerakni, csak annyit, hogy fusson és egy virtuális IP cím rendelkezésre álljon. Hogyan tudjuk megcsinálni azt, hogy például egy HTTPD-nk már közös diszket használjon, és ugyanaz az egy diszk legyen elérhető A vagy B oldalon, tehát aktív-passzív
beállítások segítségével fogjuk futtatni a HTTPD-t, ami az adott fájlrendszerrel vagy A vagy B oldalon fog elérhető lenni. Ezek után megnézzük, hogy MariaDB esetén hogyan tudjuk a diszket tükrözni, és hogyan tudjuk megoldani, hogy annak a szolgáltatásnak is saját dedikált IP címe legyen, és mindez egyszerre elérhető legyen egy oldalon, szintén aktív, passzív módban. Ezek után szabotálni fogjuk a tükrözött diszket, tehát szimulálni fogjuk azt, hogy mi van abban az esetben, hogyha az egyik storage-ot elveszítjük teljes mértékig, hogyan működik tovább a rendszerünk, hogyha az egyik storage-ról jövő diszk nem elérhető. Ezek után pedig egy Nginx-et fogunk telepíteni magára a VirtualBox által megosztott shared diszkre. Ezt egyszerűbben fogjuk megoldani, szintén aktív-passzív megoldással. Majd utolsó példaként pedig egy Nginx-et fogunk futtatni, azonban itt már aktív-aktív megoldással, tehát maga az Nginx mindkét oldalt futni fog, ennek ellenére lesz előtte egy darab virtuális IP, ami vagy A vagy B oldalon fog futni, de maga a szolgáltatás akár mindenhol, mindegyik nódunkon futni fog, és ezt úgy fogjuk elérni, hogy itt NFS alapú fájlrendszert fogunk használni. Amit még fontos elmondani az az, hogy magát a storage nódunkat quorum eszközként fogjuk használni a nód A és nód B számára. Tehát megmutatom számotokra azt is, hogy hogyan tudtok egy igazán magas rendelkezésre állású, döntésekkel bíró rendszert összerakni, így gyakorlatilag maga a quorum device sok erőforrást nem igényel, ezt rátehetitek a tűzfalatokra egy harmadik szerverre, enni nem kér, sok erőforrás nem kell számára, de bemutatom, hogy hogyan lehet. Ezt akár úgy is megoldhatjátok, hogy kihagyjátok magát a quorum device-t, és háromtagú clustert építetek, ez is egy jó megoldás lehet. A lényeg az az, hogy páratlan számú eszköztagunk legyen, ezzel elősegítve azt, hogy egyszerűen tudjunk dönteni, hogy mely nód életképes és melyik nem. Amennyiben viszont már döntésekről van szó, akkor fontos megemlítenem, hogy majd egy úgynevezett fencinget, tehát kizárást is be fogunk állítani. Tehát mi van akkor, hogyha a nód A és például a storage nódunk, mint többségi döntési joggal rendelkező két nód, úgy gondolja, hogy a nód B működése hibás, megnézzük, hogy hogyan tudja őt kizárni az adott működésből, és erre egy nagyon egyszerű példát is fogunk megnézni, hogy hogyan tudjuk akár azt megcsinálni, hogy a nód B távolról leállításra kényszerítjük. Ennyi lett volna a bevezető, úgyhogy essünk is neki a példáknak. Sziasztok!